ismerjük meg a Delimano Joy gyártmányú elektromos palacsinta sütőt. Én azt se tudom, hogy mi ez, de a barátom itt kibontja mindjárt a csomagot, és meglátjuk, hogy ez hogy működik. Állítólag nagyon praktikus. Mindjárt kiderül. Figyeljünk! Ha szépen be van csomagolva. Szia, Zörmike! Használati utasítás, minden van. Ott látok egy betápkábelt, ott alul. Igaz? Van hozzá kábelek ezek szerint, mert azt mondták, hogy kábel nélküli, legalábbis az van egy, ez egy ilyen kis tálkalérfel. Van egy kis tálkal. Ez maga a szerkezet. Ez maga a szerkezet. Ebben van gondolom egy fűtőtest vagy valami, és az átmelegszik. Nem, ezt rá lehet csatlakoztatni. Ez kell így belehelyezni. Nem. Hát ez itt, az az alja, az ott az alja, azt kell a hálózathoz csatlakoztatni. A dobozt közben rakjuk le, onnan ne csak zavar. Tehát ezt kell a hálózathoz csatlakoztatni. Jó, valahol majd keresünk egy hálózatot, de nem feltétlenül most kell megoldani. És így fölmelegszik. Ez fantasztikus. És akkor, amikor átbelehelyezzük a palacsinta tésztát, és amikor ez felmelegedett, igen, ezzel a kis gombbal bekapcsoljuk, akkor egyszerűen csak így ráfordul. Igen, benne tartjuk egy pár másodpercig. Igen, aztán lecsorgatjuk. Le kell csorgatni? Feltételezem. Igen. Valahogy így. És akkor megfelelő minőségű palacsintát süt egy bizonyos idő alatt. Igen, és akkor egyszer megfordítjuk, gondolom. Igen, akkor le, és akkor újra belevágtuk. És ezt gondolom töltögetni. És így lehet egymás után sütögetni a palacsintát. Úgyhogy a tésztát, azt ebbe a kis tálkába kell folyamatosan tölteni, hogyha az ember sokat akar csinálni. Ugyan, most nézzük itt ezt az egészet. Van egy nagyon sok nyelvű használati utasítás. Én ezt így hívom, hogy túl szeretem. Jó, ja, hát ott van az a rovan. 19 nyelven. Hát ez fantasztikus, 19 nyelven van. A tájékoztató. Pozor, az több helyen is feltüntetik, hogy pozor. Jó, óvatosan kell vele válni. Mindenki nagyon vigyázzon. A meleg felületet nem szabad megfogni, az nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Jó, én azt hiszem, hogy a lényeget el is mondtuk erről, igen, nem? A másik nagy lényeges rész, az a Topshop oldal. Ott lehet megtudni? Nem, hanem feltétlenül az árát, hanem hogy ez egy onnan vásárolt termék. Magyarul nem is található. Hát ezért nagyon hasznos ez a videó, mert akkor elmondtuk, hogy kell ezt használni. Igazából elmondtuk, úgyhogy erre már nincs is szükség. Hogy kell, mutatni. Tehát behelyezzük a tajtékba. Igen. Nem a tajtékba, a hálózatba. Bocsánat. Fölmelegszik, bekapcsoljuk. Bedugjuk. Bekapcsoljuk a hüvelykujjal a bekapcsoltat. Igen. Kigyullad a lámpa, gondolom, hogy ez. Amikor meleg. Ebbe pedig benne van nekünk a palacsinta tészta. Körülbelül 3 palacsinta tésztának a mennyisége. Tehát itt a fontos információ, hogy 3 palacsinta mennyiségű tésztát tud ez a tál tartalmazni. És akkor 3-szor egymás után belemártjuk ezt a fölforrósodott. Nem 3-szor egymás után, hanem először csak egyszer. Összesen 3-szor. Összesen azt mondtam, hogy 3-szor. Egyszer lerakod, belemásuk, várjuk egy pár másodpercig, igen. Aztán megfordítjuk, visszahelyezzük ide a melegedőre, majd aztán megfordítjuk a tésztát rajta. Miért? Hol fordítod? Nem kell megfordítani a tésztát? Na jó, ez majd a gyakorlatban majd ez kiderül. A gyakorlati videó az majd egy kicsit hát, mindenkinek köszönöm a közreműködést. Fantasztikusak voltunk, nem?